videófelvételt készítek erről a high-end kategóriás Sony Minifi-ről. Mint látjuk, megy a demo rajta, nagyon szép állapotban van, 3 CD-s kivitel, nagyon sok mindent tud, RDS-es rádiója van, itt fölül egy joystick mechanikával, valamint számok léptetése, egy nagyon érdekes kivitelezési móddal látták el. Sajnos, amikor bekapcsolom, egy hibát közöl, most bekapcsoltam, kiírja, hogy Push Power Protect. Kikapcsolás után ugyanúgy megy tovább a demo. Ha bekapcsolom ismét, akkor kiírja a Sony demót. Bocs, elnézést, túl gyorsan nyomtam meg kétszer a bekapcsoló gombot. De mindjárt elkezdi rajta menni ismét a Sony demó, már is kezdett. A kazetta részének is a feje teljesen jó, újszerű állapotban van, görgök, oda-vissza játszós készülék. A hátulján van rajta AUX bemenet, a hűtőventilátorra hűtött végfokok. Azt keresem, hogy látom-e a 120 watt áramfelvétel, van rajta optikai csatlakoztatási lehetőség is. A hangfal csatlakozás 6-tól 16-tól még csatlakozható rá hangfal. És mint mondom, bekapcsoltam, és megint a Push Protect-et írja ki. Kikapcsolt állapotban szépen fut rajta a demo, de amikor be akarom kapcsolni, akkor lehet, hogy a CD résznél szorult meg valami. Sajnos ezt nem tudom. Megint megpróbálom bekapcsolni. Egy pillanatra be is kapcsol, de aztán utána kérje ezt a Sony Protect tehát problémát. Körbe szép állapotban van, nincs ellenyúzva a készülék, úgyhogy hozzáértőknek ajánlom szervizelésre, nagyon olcsón fogom adni, illetve licitára teszem föl, hogy kinek mennyit fog érni ebbe az állapotában. Jó szerelést és sikeres szerelést, jó vásárlást kívánok!